Sziasztok, Anita vagyok, és ez itt az Idióta Facebook ötletek sorozatom 6. része. Az előző részeket ide kattintva néznek, ha még nem láttad, most pedig ebben a részben is 3 olyan ötletet hoztam, amit nektek is majd értékelni kell, és én is ezt teszem. Az első ötlet egy ragasztópisztoly pénztárca, ezt pedig a következőképpen készítheted el. Fogj egy átlátszó fóliát, és helyezd bele egy 1000-est, vagy egy 2000-est. Vagy hogyha apró pénzre van szükséged, akkor némi apró pénz. Ezeket a pénzeket rajzolt szépen kontúrozd körbe, és a közepét pedig rácsvonalakkal töltsd ki. Várd meg, míg megszárad, és ugyanezzel a módszerrel készítsd el a pénztárca hátulját is. Az eredeti videó ötletben el lehetett távolítani ezt a műanyag fóliát a ragasztópisztoly hajztól, nekem rajta maradt, nem sikerült, így körbevágtam. De azt gondolom, hogy így is nagyon szép és mutatós lett a végeredmény, így összeragasztottam a két oldalt, és beletettem a pénzemet. Elképzelem azt az élethelyzetet, amikor ülök mondjuk Budapest egyik szép belvárosi utcájában, iszok egy finom kávét, és utána ebből a pénztárcából fizetek. Szerintetek? Nálam ez az ötlet a csakisági skálán 10-ből 9 pontot kapta, ami majdnem a maximum. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik ez a pénztárca, mit gondoltok, hány pontszámot, hány pontot érdemel. A második ötlet, amit a mai videóban mutatok nektek, az egy csúszásgátló tal. Ezt a ragasztópisztolya lehet kialakítani, és láttam olyan videót is, amikor zoknira készítették el, és olyat is, amikor egy használt tornacipőre, aminek már így elvékonyodott a talpa, hogy ne csúszhatok el benne. Szóval én is elkészítettem, hullámvonalakat rajzoltam a zokni talpára, és vártam, hogy megszáradjon. Igazából tényleg működik ez az ötlet, szóval lehet, hogy nem is lenne itt a videóban a helye, kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok. Viszont nekem az volt a tapasztalatom, amikor felvettem a zoknit, hogy körülbelül 10-15 másodpercig bírtam csak benne lenni. Annyira nyomta a talpamat, hogy rögtön le kellett vennem. Egy tornacipőre alkalmazva is azt gondolom, hogy ugyanúgy nyomná a talpamat, hiszen már a nem elvékonyodott tornacipőnél is érzel minden egyes kavicsot, amikor rálépsz, és ez körülbelül olyan, mintha egy egész kavics mezőben járkálnál. Ez az ötlet az én csatisági listámon 10-ből 4 pontot kapott, írjátok meg, hogy nektek hányat érdemel. Végezetül egy konyhai trükköt is hoztam, ez pedig egy petpalackról elkészíthető, új levágást megelőző kis páncél. Ehhez a PET palack tetejéből vágják egy ovális formát, és az eredeti videóban egy forró szúró eszközzel kiszúrtak két-két oldalán egy-egy pöttyöt. Én egy kis kézi furdancsal szúrtam ki ezt a pöttyöt, mert nem volt nálam forró szerszám, de úgy gondoltam, hogy ez is megfelel, és jó is volt, és ebbe fűztem egy vékony befőttesgumit, amit két végén megcsomóztam. Így már föl tudtam helyezni a kezemre, a középső 3 ujjamra ezt a kis új védőt, és ezzel megpróbáltam szeretelni. A gond csak az volt igazából, hogy használat közben csak akkor volt ez jó, ez a kis újvédő, amikor kinyújtott ujjakkal szereteltem, viszont ez igazából nagyon ritkán fordul elő, mert mindig úgy szorítom le a zöldségeket és gyümölcsöket, hogy hajlítva van az ujjam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én kinyújtott ujjal nem tudtam szeretelni, úgyhogy nálam ez az ötlet a csacsisági skálán 10-ből 8 pontot ért. Írjátok meg, hogy nektek tetszik-e, mit gondoltok ezekről az ötletekről, és pontozzátok mindegyiket. Ha ti is találkoztok olyan ötlettel, aminek szerintetek itt van ebben a videóban a helye, akkor küldjétek nekem el Instagramon vagy e-mailen, megtaláljátok az infoboxban az elérhetőségemet. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a következő részről sem maradjatok le. Sziasztok, szép kreatív napot!